Holnap estig lehet még soron kívül megadni a szolgáltatóknak a gáz- és villanyóra állásokat. Ezt leginkább azoknak érdemes megtenni, akik átlag felett fogyasztanak, mert az új árszabályok augusztus 1-től érvényesek. Így, aki online vagy telefonon megadja a mérő órája állását, akár több tízezer forintot is spórolhat. Az átlagfogyasztásig ezután is mindenki a rezsicsökkentett csökkentett árat fizeti az áramért és a gázért, a nagycsaládosok, valamint az elektromos gyógyászati segédeszközöket használók pedig további kedvezményeket kapnak. Az óra állása 16193. A gáz és a villanyóra aktuális állását a családok többsége már leolvasta, és be is diktálta a közműszolgáltatónak. De ha valamiért elmaradt, még mindig nem később pótolni, hétfő évfélig van rá lehetőség. Az interneten néhány kattintással egyszerűen rögzíthető az eddigi fogyasztás az MVM és az EON oldalán is. Még regisztrálni sem kell hozzá, csupán a felhasználói adatokat kell megadni. A folyamatot külön tájékoztatóban részletesen el is magyarázzák. Felírta és gyorsan, még a határidő lejárt előtt bejelentette mérőállását, sőt Bernadett. Kényelmesen otthonról, telefonról küldött egy üzenetet, pár perc múlva érkezett a válasz, hogy sikeresen megadta az áramfogyasztást. Megközelítőleg olyan 9000 forint, elszámoláskor szokott ugye kicsit több lenni, max 12000, de hát négyen vagyunk. Okostv, két laptop, ugye a gyerekeknek. 0, 0. Mindenki rögzítheti a mérőállását, még akkor is, ha nem szokta diktálni, de nem kötelező. Elsősorban azoknak ajánlott, akik átlagfeletti fogyasztók, mert így újraindul az elszámolási időszak, vagyis augusztus 1-től jövő július 31-ig tart majd. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudjam, hogy mennyi pénz marad a zsebemben. Az energiafogyasztók többségének nem vagy csak nagyon kismértékben változik a rezsiköltsége. Az 5 millió áramfelhasználóból több mint 4 millió átlagfogyasztású vagy az alatti, a gázállátásban pedig a 3,5 millió fogyasztó kétharmada használ az átlagnak megfelelő vagy annál kevesebb energiát. Előző két éve számláimat átnézve és átszámogatva számomra nem lesz probléma. Az új rezsicsökkentési szabályok augusztus 1 léptek életbe. Ez szerint az átlagfogyasztásig továbbra is mindenki hatósági áron kapja a villanyt és a gázt. A számlákon a korábbi nál részletesebben feltüntetik, hogy ki mennyit spórol. Így fognak kinézni az új kimutatások. Egy narancsárga mezőben lesz látható, hogy mennyit kellene fizetni piaci áron, és alatta szerepel majd a megtakarított összeg. A jövőben is minden magyar család megkapja a rezsicsökkentett alapú áramot és földgázt, de csak az átlagfogyasztás erejéig. Orbán Viktor miniszterelnök július végi rádióinterjújában hangsúlyozta, a rezsicsökkentés továbbra is védi a magyar családokat, még így is évente több mint két millió forintot tudnak spórolni. A rezsicsökkentett ár ősztől az átlagfogyasztásig minden magyar családnál megmarad, és ezzel minden magyar család ezután is spórol a piaci árhoz képest a villanyszámláján meg a gázszámláján. A központi fűtéses társasházaknak is érdemes figyelni az augusztus 15-i határidőre. Addig kell nyilatkozniuk a gázszolgáltatóknak arról, hogy összesen hány lakásra kérik a kedvezményt.